Sziasztok, én Marci vagyok. Ez már a negyedik rész, ahol a kaják a téma. Sok embert megkérdeztem most is, hát nem húznám tovább a szót. Első kérdésem, hogy mi a kedvenc ételed? Csirke, mindenféleképpen csirke, és palacsinta. De minden zöldséges dolgot is megszek, de inkább csirke, minden formában. Mákos tészta, mákos begli, mákos gubba, mákos palacsinta, mákos kifli, mákos rétes, mákos krémes torta és brassói apró pecsinye. Igazából pizza, mondtuk. Pizza, igen, pizza. Krumplis tészta! Ami finom. Nem tudom, gírosztá. Hú, órákig tudnám sorolni. A kínai szezámakos csirke meg a rántott hús a kedvencem. A gírosz? Hát a gírosz pitában. Jó kérdés. Hát a spagetti, bolonyai spagetti. Hát igazából a kedvenc ételem az így a magyarosik ételek felé húzódik, mint például a tipikus magyar étel, például a rántott hús, esetleg paprikás krumpli. Igazából ezeket szeretem, ugye például gíroszt is megeszem, szívesen spenótot például. Palacsinta, rántott hús. Hát én a gyümölcsöket nagyon szeretem, de a pörkölt, nokedli, milánoit, meg a rántott hús, szóval hústészta. Hát igazából levesek közül a gulyásleves. Nincs kedvenc ételem, hát igazából mindent megeszek, ami mozdítható. Hát igazából sok mindent megesz. Még ami nem mozdítható, az is. Amúgy szeretem az ajvát, asszút, bablevest, baklávát, baracklekvárt, bárányhús, bárátfüle, békacomb rántva, birsalmasaj, szaszület. Borsóleves, bundáskegyér, székasaláta, csalántea, gulyásleves, zöldségleves, paradicsomleves, borsóleves, hagymaleves, húsleves, krumplileves, erőleves, rakott krumpli, zöldséges rakott krumpli, zöldbabfőzelék, tepsis lecsó, bolonyai spagetti, krumpli tészt, tejfeles uborka saláta, kovászos uborka, főtris, krumpli püré, köles golyó, meleg szendvics, pick, téli szalámi, mössömmö pont krémmel, házi hamburger, és a sült kis magyar meg a rántott delta. Mit tudom én, mondjuk valami tészta, spagetti esetleg. Az én kedvenc ételem az igen pörkölt. A sült páv oldalas kaméleon pástétommal. Lasagna. Ez egy nagyon jó kis kérdés, a vadas őszgerinc semlegombóccal. Szerintem gírosz. Ja, gírosz. Melyik ételt nem szereted? Hát, amit nem szeretek, azok a nagyon erős ételek. Mit tudom én, a székely káposzta, azt nem tudom megenni. Talán ez az egyetlen, amit abszolút utálok, és nem tudok megenni. Amiben van kelbimbó vagy máj, azzal ki lehet kergetni a világból is. Karfiolt, meg a tökfőzeléket, meg a krumplifőzeléket. A tökfőzelék, de azt annyira, hogy megszagolom, és hány ingerem lett. Hát, amelyik már lejárt szavatosságú, vagy rossz a színe, nem tudom. Kevés olyan kaja van, nem úgy neveltek. Hát a pörkölteket, azok közül is a pacar pörkölt, amit hogyha meghallok, az a hátamon feláll a szőr. Amiben káposzta van. Hát a spenót, a sóska, a túrós tészta, a semmilyen tészta. Ó, hát így gyakorlatilag az összes főzeléket, de legjobban a tök főzeléket. Hát, amiket nem szeretek igazából, azok ezek a főzelékfélék, mint például a finom főzelék, tök főzelék, krumpli főzelék, ezeket így nagyon nem szeretem. Igazából ennyi. Hát, a főzelékek igazából ez a bab főzelék, most a bab főzeléket összeretem. A benott sóskai ezek inkább. Hát az ilyen káposztás, túlságosan zöldséges ételeket nem igazán kedvelem, pont ami egészséges. Hogy mered? Na jó, bocsáss meg, csak az indulatok. Hát igazából a tojásos ételek azok nem annyira. Ami mozdítható? nem, amúgy... Igazából kevés olyan van, tehát az ilyen, ami így fulé, nem tudom pontosan, hogy mik, de van pár olyan, amit utálok. Csigolába, csirkelába, húslevesből, disznósajt, erdeigombák, Eszterházi torta, fagyasztott harudacskát... Ezt felírtad előre? Ha, fasírt, finom főzelék, fokhagymás lángos, sajtal és tefül, fonott kalács, főcsöves kukorica, gulyásleves, gyümölcsbor, hagymaleves, halászlé, egyes kávé, várjál, van még, egyes kávé, karalábé, kaszinótojás, káposztástészta, kapros tökfőzelék, kecsketej!
Ugye? Mától nem vagyunk barátok. Répa főzelék, meg ilyen nagyon ilyen undorító kaják, mit tudom én, ezt a nézők fantáziára bízom, az undorító, de azokat nem szeretem. Hát nem szeretem azt, amelyikben nagy mennyiségű plutónium van, esetleg radioaktív sugárzásra alkalmas vegyületek. Nem tudom igazából, de ezeket nem csibázom. Balmenetes kenderkút. Hát, eddig a májat nem szerettem, de most már azt is. Borsófőzelék, azt nem. Gombát. Szerintem már, ami így rögtön eszembe jut, de biztos van még. Milyen ételt tudsz főzni, sütni vagy csinálni? Hát, palacsinta. Mondjuk bármit megcsinálok, legyen szó salátáról, főételről, amik nagyon nehezen mennek nekem, azok a levesek. Annyit el tudok készíteni, hogy ne halljak éhen. Tehát ilyenek, hogy lecsó, tejbegríz és palacsinta azért mennek, sőt, utóbbit már csuklóbor forgatom. Vajas kenyeret. Hát palacsinta, rántotta, meg pár sütit. Hú, látod erre? Sokat mondhatnék, elég sok mindent. Mondjuk a gírosztálat meg tudom csinálni, mert ugye az egyik kedvencem. Hát amihez van receptem, meg főként piskótát. Én nagyjából elég sok mindent. Szakács vagyok, get szakács! Gordon Ramsay, na, Gordon Ramsay! Hát, mondjuk palacsintát. Hát igazából nagyon ennyit. Goffit, akkor lazányét, meg ravioli. Hát az elkészítés az igazából ilyen egyszerű ételek, mint például egy rántotta, esetleg palacsinta, hogyha ilyen főtételnek számít a meleg szendvics, például azt is, esetleg még pizzát is, hát így ennyi igazából. Hát tojás rántotta, rántott hús, sült krumpli, ezek, amit tudok csinálni. Tojás rántotta, zacskós leves. Főtt virsli, rántotta, amit nem szeretek, mondtam. Hát ilyen egyszerű ételeket, amik ilyen 5 percesek, mert amúgy én ilyen fűszerezéshez, meg ilyenekhez még nem értek. Figyelj, a meleg szendvicsig már eljutottam, tehát én már így profi szinten műzöm ezt a sportot, és igazából tudok csinálni tejberist is, meg ilyenek. Kempingsak. Képviselő, knédli, kocsonya. Kókuszgolyó, körömpörkölt, körözött, krémes, krumplipüré, krumplis tészta, paprikás krumpli, lecsó, lekváros bukta, libamáj, lóhús, madártej. Lóhús, kettőt! Köszönöm szépen! Én inkább az evésre szakosodtam. Tasakos leves, tasakos tészta, meg tudok neked mit csinálni. Hát főzni, sütni, hát próbáltam nitroglicerinnel főzni egyszer. Kicsit berobbant, hát nem engedi a közbiztonság. Múltkor is le akartak csukni a rántotta miatt, de én beszéltem magam, hogy egy gyerek vagyok én. Húsgombócot sűrített levegővel és kígyó tekercsel. Hát úgy, nagyjából úgy mindent. Nem csak vicceltem, kakaó. Hű, hát sok mindent tudok. Gulyáslevest, rántott húst, palacsintát, pörköltet, az kicsit, töltött paprikát, soroljam még? Hoho, hát tudok csinálni vajas kenyeret, hát, de hogyha úgy nézzük, hogy sütni, főzni, akkor hát, sütésnek számít a meleg szendvics. Yeah.